Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Országjáró fórum sorozat keretében érkezett Székesfehérvárra Novák Katalin. Nekünk Magyarország az első címmel a választási kampány keretében tartották ezt a rendezvényt. Mi az, ami középpontba kerül egy-egy ilyen fórumon? Milyen témák kerülnek napirendre, terítékre? Ezen a fórumon most kifejezetten a bevándorlásnak a fenyegető veszélyéről fogunk beszélni, hiszen számunkra ez a legnagyobb fenyegetés, nem csak magyaroknak, hanem európaiaknak általában. Egy nagyon nehéz demográfiai helyzetben van ma Európa, és nem csak ma, hanem ez már egy régóta tartó folyamat. Azt is mondják, hogy Európa az üres bölcsők kontinense, egyre kevesebb gyermek születik Európában, nincsen egyetlen olyan Európai Uniós tagállam sem, ahol elegendő gyermek születne ahhoz, hogy egyáltalán fenntartsák a népességnek a számát, nemhogy gyarapodjanak. És erre nagyon sokan gondolják úgy a vezetők közül, hangsúlyozom, nem a hétköznapi emberek közül, hanem a vezetők közül, hogy egy jó megoldás lehet, hogyha kívülről hoznak be embereket, tehát támogatják a tömeges bevándorlást. Mi pedig nem gondoljuk azt, hogy ez lenne a jó válasz, sokkal inkább az lenne jó, hogyha megnéznénk azt, hogy mi az oka annak, hogy nincsen már az az életösztön ott a fiatalokban, ami korábban volt, vagy ha ott is van, akkor miért nem tudják ezeket a vágyaikat később megvalósítani. Tehát mi a családpolitikára koncentrálunk, mi a fiataloknak a gyermekvállalási kedvét, illetve a gyermekvállalási terveit szeretnénk segíteni megvalósítani, és nem úgy gondoljuk, hogy egy látszat megoldást kell keresni erre a problémára, amelynek aztán hosszú távon nagyon súlyos következményei lehetnek, hiszen itt olyan bevándorló tömegekről van szó, akik jobb élet reményében jönnek Európába, ugyanakkor nem biztos, hogy tevékeny részesei lesznek az adott ország építésének, teljesen más kulturális háttérrel, vallási háttérrel rendelkeznek, és sokszor a szociális ellátórendszernek lesznek csak inkább a haszonélvezői, ahelyett, hogy ténylegesen hozzátennének a gazdaság gyarapodásához. Tehát ebben mi nem megoldást látunk, hanem inkább veszélyeket. Akkor mondhatjuk azt, hogy egy komplex választ kell adni erre a komplex problémára? Feltétlenül ez egy sokkal súlyosabb kérdés annál, mint hogy felszínesen lehessen róla beszélni, vagy hogy egyáltalán ne lehessen róla beszélni, vagy hogy szőnyeg alá seperjük, vagy ahogy az ellenzéknek számos tagja tette ezt az első perctől, bagatellizálják ezt a problémát. Itt nem tízezrekről, vagy nem ezrekről, nem emberek százairól van szó, hanem milliókról, sőt tízmilliókról. Van egy folyamatosan népesedő, túlnépesedő afrikai kontinens, Közel-Keleten ugyanez a helyzet, tehát vannak dinamikusan növekvő népességű országok tőlünk délre, és ehhez képest itt van Európa, ahol pedig egyre kevesebb gyermek születik. Ez a folyamat, ez elindult, ez egy népvándorlás, és az a kérdés, hogy mi erre milyen választ adunk, hogyha mi támogatóak vagyunk, hogyha mi inkább még csalogatjuk is ide ezeket az embereket, akkor kontroll nélkül fognak Magyarországra is, és Európába is érkezni, és teljesen át fogják formálni a kontinensnek a képét. Az ENSZ-ben is napirenden van a migrációval kapcsolatos gondolkodás, illetve az ENSZ az egy olyan választ készül adni, az ENSZ főtitkára egy olyan javaslatot készített elő az ENSZ tagállamok számára, mely csak a migrációnak a pozitív hozadékát mondja el, kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy a migrációból mennyit lehet nyerni, és egyáltalán nem beszél annak a veszélyeiről, nem beszél annak a fenyegetéséről, illetve nem közelíti meg ezt abból a szempontból, ahogy mi magyarok helyesnek tartanánk. Ezt képviseljük, amikor az ENSZ-ben tárgyalunk. Voltak olyan különböző tárgyalások is, amelyeken én részt vettem, amelyeknek a témája az elsősorban a nőkkel kapcsolatos politikák voltak, a nők támogatása, egy másik fórumon az ifjúság, a fiataloknak a támogatása. Itt én elmondtam azt, hogy mi milyen jó gyakorlatokat használunk Magyarországon, elmondtam azt, hogy mi a nőknek az elhelyezkedését támogatjuk azzal, hogy van családi típusú adózásunk, hogy 3 évre visszaállítottuk a gyest, hogy a gyedextrának köszönhetően vissza is lehet menni a munkaerőpiacra, hogy támogatjuk minél, vagy egyre inkább most már a rugalmas foglalkoztatást, ezért indítottunk el család és karrierközpontokat az ország 67 különböző pontján, illetve nyílnak most meg ezek folyamatosan, ezért építünk bölcsödéket, vagy fejlesztettük a bölcsödei rendszert, és az is őket támogatja, hogy 40 év munkaviszony után elmehetnek a nők a családba ismét, vagy elmehetnek nyugdíjba úgy, hogy nagymamák lehessenek, és ezzel már több mint 220 ezer család tudott élni Magyarországon. Tehát ezek olyan jó gyakorlatok, amelyeket mi bemutattunk New Yorkban is, a többi ENSZ tagállamnak is, és az az igazság, hogy nagyon nagy érdeklődés is övezte, hiszen ritka az, hogy egy országban ennyire sokféle módon támogassák a családokat, illetve a gyermeket, nevelőket.
Ha már a családok támogatásánál tartunk, az is ugye március 15-ével egyszerűbbé vált, hogy a családok otthonteremtési kedvezményét, a csokot egyszerűbben és könnyebben tudják felvenni. Mik ennek a fő pillérei? Az otthonteremtési program nagyon népszerű. Mondhatom azt is, hogy ez bevált, hiszen teljesen új alapokon indítottuk el 2015. júliusában, és akkor is azt ígértük, hogy várjuk az észrevételeket, ezeket az észrevételeket majd beépítjük a szabályozásba. Nagyon sok észrevételt kaptunk. Rengetegen jelezték azt, hogy valaki kiesik a támogatási körből, holott valószínűleg szerettük volna, hogyha ő is belekerülne, hiszen jogosult kellene, hogy legyen a csókra. Azt is sokan jelezték, hogy túl bürokratikus az ügyintézés, túl bonyolult igényelni a csókot, túl sok papírt kell benyújtani. Tehát ezeket az észrevételeket gyűjtöttük, összevettük figyelembe, és alakítottuk át úgy a szabályozást, hogy most már gyorsabb lett, reményeink szerint sokkal egyszerűbb lett, olcsóbb is lett a csóknak az igénylése, és egy nagyobb támogatotti kört érint. Tehát sokkal kevesebb dokumentumot kell benyújtani, a bankoknak 30, illetve 60 napja áll rendelkezésre, hogy elbírálják ezeket a kérelmeket, attól függően, hogy adásvétel vagy építkezés az, amiről szó van. A bővítésnél egyszerűsítettük, illetve bővítettük a feltételeket, hiszen már folyamatban lévő bővítése is igényelhető a csók, illetve a bővítés teljes összegére igénybe lehet venni. Könnyítettünk azoknak is, akik külföldön élnek és hazaköltöznének Magyarországra. Mostantól elég, hogyha úgy jönnek haza, hogy a kinti jogviszonyt igazolják bármely európai gazdasági térségbe tartozó országban, akár az édesanyja, akár az édesapa, ha fél évig ők kint dolgoztak, föl tudják venni a csokot, haza tudnak költözni az új lakásba vagy házba, és utána elég, hogy a fél éven belül valamelyikük munkaviszonyt létesít. Volt még jó néhány egyszerűsítés, bővítés, talán még egyet emelnék ki ezek közül, hogy nem korlátozzuk a jövőben a tulajdon jogot, tehát hogyha valakinek vagy bármelyik szülőnek van a tulajdonában másik ingatlan, akkor akár használt, akár új ingatlanra is felveheti a csok támogatást. Adókedvezményekben is számos kedvezményt nyújtanak, és folyamatosan egyeztetnek, ugye például nagycsaládosok egyesületével és számos szervezettel. Ez miért fontos, illetve milyen hozadéka van ennek? Olyan szervezetekről beszélünk, hogyha már a nagycsaládosokat említette, például a NOE, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az 1987-ben jött létre, tehát egy tényleg nagyon nagy múlttal rendelkező szervezet. És ők azóta ugyanazokat az értékeket képviselik, ők azóta a családi értékeket, a gyermekvállalás fontosságát, az életnek a tiszteletét hirdetik, tehát ők következetesen most már 3 évtizede ugyanazokért a célokért küzdenek, függetlenül attól, hogy esik vagy fúj, hogy milyen politikai szelek fújnak, ez őket nem tántorítja el, van, amikor támogató a környezet, van, amikor kevésbé. Nekünk, annak a kormánynak, amelynek a középpontban szintén a gyermekek állnak, illetve a családpolitika, az a kormányzásunk egyik alapköve. Nagyon jó, hogy vannak ilyen partnerek. Nagyon jó, hogy vannak olyanok, akik valós tagsággal, valódi civil szervezetként, családszervezetként ezeket az értékeket felmutatják, képviselik, és javaslatokkal állnak elő. Rengeteg jó ötletet kapunk tőlük, rengeteg előremutató javaslatot, tehát a mi döntéseinknek jó része éppen tőlük, tehát az ötlet éppen tőlük származik, hiszen ők élnek a hétköznapokban olyan helyzeteket meg, amelyek rámutatnak arra, hogy valahol még van egy hiányosság, hogy valahol nem jól működik a szabályozás, hogy valahol lehetne még többet adni. Ezeket mindig elmondják nekünk, nem csak a NOE, hanem a többi szervezet is, és igyekszünk a legjobb tudásunk szerint és a lehetőségeinkhez mérten ezeken segíteni. Ez volt már az Esti Mérleg, holnap is jelentkezünk egy ilyen műsorral a Fehérvár Televízióban. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!